Sziasztok! Ebben a videóban egy külföldről érkezett SD kártyát fogunk letesztelni, megnézzük, hogy egy ilyen külföldi rendelésnél, hogyha megérkezik az áru, hogyan kell letesztelni egy ilyen kártyát, mire kell figyelni, hogyan tudod leellenőrizni. Nyilván nem egyből kell beraknod a gépbe, hanem megbizonyosodni, hogy valóban a kapacitása akkora, a sebessége megfelelő, és a többi. Ha nem, akkor tudsz reklamálni, ha pedig igen, akkor tudod használni. És utána pedig én ezt az SD kártyát a Nintendo Switch-enbe szántam. Ez egy 512-es Lexar 633X, ugye, hogy 633 szoros sebességű memóriakártya. Ezt fogom belerakni, most egy ugyanilyen 256-os van benne. Na nézzük is először is, hogyha külföldről rendelünk memóriakártyát, azt mindig csak megbízható helyről tegyük. Én egyetlen egy megbízható helyet ismerek az interneten. Nem fogom azt most itt reklámozni. Ha valakit érdekel, menjen el a Milyen memóriakártyát vegyek című ProHardware topikba. Ezt fogják ajánlani egyből. Több kártyát is rendeltem már innen. Egyikkel sem volt soha probléma. 2 hét alatt megérkezik. És mutatom a legjobb részt. Így érkezik meg. Hongkongból jön, és gyönyörű szép bélyegek vannak rajta, hongkongi dollár árfolyamú bélyegek, és egy ilyen borítékba jön maga a kártya is. Ez már ilyen nyomkövetős volt, mert hogyha ezt átszámolom, hát ez olyan 20 ezer forint környékén mozog, dollár árfolyamtól függően ez az 512 GB-os memóriakártya, de a hazai piacon azért jóval drágábban lehet ezeket megvásárolni. Egyébként lehet, hogy nem hallottál erről a márkáról, de ez jó. Nekem már 2 éve ez van a Switch-emben, csak a 256-os változat, és ez egy megbízható jó kártya. Nyilván tudsz rendelni SanDisket, Ultrát, Extrémet, amilyet csak akarsz. Árban azok lehet, hogy drágábbak lesznek, viszont van rájuk világgarancia, és akkor mit tudom én, Németországba kell elküldened, ha bármi gond van, nem pedig vissza Hongkongba vagy Kínába. Na. Ilyen kis borítékba jön, és hát mivel ez már 20 ezer forint, azért ez áfát kellene fizetni, de nem szóltak. Én meg nem fogok jelentkezni. Úgyhogy, mert úgy működik ez ugye, hogy küldik, és akkor ha megnézik, hogy na milyen eszköz van benne, hát ez ennyibe kerül, utána járunk, akkor kiküldik a levelet, hogy na akkor vámkezelés. És hajrá. De még én úgy számoltam, hogyha még a vámot rá, vagy az áfát rá kell fizetni, mert ilyen határnál az van, még akkor is nekem megéri, ha az áfát meg a vámkezelési költséget kifizetem. Azért is rendeltem meg most ezt a kártyát, vagyis hát 2 hete, mert 6. hó 1-től, ha jól tudom, mindenre rá fogják pakolni az áfát, illetve a vámot. És én ezt még azelőtt meg akartam rendelni, hogy na, hát ha átslisszan. És át is lisszant. Úgyhogy ez nekem így most megérte, anyagilag szerintem, és akkor a Switchben pedig remélem jó szolgálatot fog teljesíteni. Úgyhogy egy ilyen memóriakártyát rendeltem. Ezt fogjuk most leellenőrizni. Mi is szükséges ahhoz? Szükségünk van, hogy a valós kapacitását megmérjük egy úgynevezett H2 Test W programra. Angol nyelvre átállítom. Ki kell választanom, hogy melyik kártyát akarom tesztelni. Itt van benne őt. Ki is írja, nincsen rajta tesztadat. Ez azt jelenti, hogy ha ide kattintok a Write and Verify-ra, elkezdi teleírni ezt a memóriakártyát. Ugye innen ő már kiolvasott valamit, hogy ennyi szabad hely van rajta. Ide kitérnék egy kicsit, ugye, hogyha ide rátolom az egeret, akkor látszik, hogy 476 GB szabad rajta. Hát de ez 512-es kártya. Nagyon jól tudjuk, hogy a gyártók nem az 1024-es váltószámot használják, hanem az 1000-eset. És ez bizony 512 GB-nál már, mennyi is ez? Mennyi veszteséget? Hát 30-40 GB-nyi veszteséget jelent. Amikor megvettem a 4 terás NAS vinyót, az is ugye, 4 terabájtos, hát igazából csak 3,8. Ott is vagy 200 gigabájt ugye elment. Tehát ezért van az, hogy
megveszel egy pendrive-ot, egy akármit, egy merev lemezt, és akkor kevesebb helyet mutat. Ez nem, hát nem csalás, nem átverés, ők így számolnak, ezt fel is tüntetik általában, csak hát na, sokszor nem erre számítanak. Tehát ebből az 512-ből én 470-80-at fogok tudni felhasználni. Jó. Ha ide kattintok a write-ra, ő elkezdi írni az elejétől, és megnézi, hogy mennyi adatot tud ráírni. És a hamis kártyák itt buknak el, mert ugye ezt meg lehet mókolni, hogy ő milyennek mutassa magát. Tehát ez a gyakorlatban lehetne egy 8 GB-os kártya, csak ugye megmókolták itt az információit, hogy 512-esnek mutassa magát. Ez csak íráskor derül ki. Tehát, hogyha elkezdem írni, ő folyamatosan elkezdi írni, ráírja, megpróbálja teleírni azt a helyet, amit ő lejelentett magáról, majd miután teleírta, verify, ellenőrzés. Azért ezt megmutatom, rákattintok. Jó, itt ugye pár megabájtot nem tud majd írni, az ugye fenn van tartva, és akkor elkezdi írni. Írni rá, hát 55 megabájt per szekundummal ír. A papíron 70-et reklámoztak neki, hogyha jól rémlik. Nagyon szépek ezek a bélyegek, igen. 70 írást reklámoztak neki. Ez nekem megfelel, ez a sebesség. Nyilván, hogyha egy másik USB 3-as kártyaolvasóba tenném, egy külsőbe, lehet, hogy elérnénk. De igazából ezért is teszteltem le telefonban is, mert abban ugye egy másik kártyaolvasó van. Ott egy kicsivel jobb volt, de a 70-et ott sem érte el. De ha belegondolsz, azért 50, tehát mennyi volt? 60 valamennyivel azért írt, és az egy nagyon jó szám. Itt majd mindjárt mutatom. 68-al, ha jól látom itt a thumbnailt. Azért arra már 4K-s tartalmat is lehet rögzíteni, olyan átviteli sebességnél, írási sebességnél, és a switchbe is elegendő lesz, mivel úgysem fogok 700 megabittel letölteni rá játékot, sajnos a switch szerverei elég lassúak, meg írni ugye csak akkor kell, amikor feltelepítem a játékot. Az olvasás a lényeg. És akkor ő így, látod, 2 óra, tehát mire ezt a 512 gigabájtot teleírja, ilyen sebességgel az eddig tartana. Én ezt most abortálom, és látszik, hogy itt már vannak adatok. Ilyenkor ő teleírja 1 gigabájtos állományokkal az SD kártyát, és hogyha most megnyitnám, akkor ott lennének rajta szépen, azokat le lehet törölni. A végkimenete az ilyen, hogyha minden lefutott, akkor itt van, hogy hány megabájtot tudott ráírni, 488 ezer, tehát ő ez jó. Tehát lefutott a teszt hibák nélkül. Tehát ez egy valid 512 gigabájtos kártya, 55 megabájttal, 56-tal írt, és 64-jel olvasott. Ez azért alatta van a 100-nak, amit reklámoztak. Következő, amivel sebességet lehet mérni, ez az a DiskMark. Ezt szoktam még ráereszteni, és akkor itt el lehet indítani, hogy hányszor, hány gigabájtot írjon rá. Ugye szekvenciális a 4 kilobájtos fájlokba és a többi, ezekbe én most nem megyek bele. Nyilván minél kisebb, meg minél kisebb állományokat más méretben írunk, annál lassabb lesz a sebesség. Ennek az eredménye itt van. Tehát ez a felső itt a lényeg, mert általában nem 4 kilobájtos állományokat írkálunk itt össze-vissza véletlenszerűen, hanem ez a felső számít nekünk, mert nagyobb állományokkal dolgozunk, 77 megával lehet róla olvasni, és 68-al írni. Más teszteknél, én azért utána néztem a neten, a korábban már említett topikban, ott 80-at is elértek olvasásnál. Tehát ez nekem megfelelő, hogyha másodpercenként ennyi megabájtot beolvas a kártyáról, azzal nekem már elég jól fog betöltődni a játék. Nyilván, ha meg ezt telefonba szánnám Androidra, akkor meg még jobban túlteljesítene. De ugye ez switchbe fog menni. És hogyha ezt a kettőt te lefuttatod, ezt a két programot, lefuttatod a rendelt kártyádon, ha ez lefut, akkor biztos lehetsz benne, hogy megvan a hely. Ugye soha ne rakjatok be olyat, hogy vettél egy 64 gigásat, és egyből élesben használod. Mi van, ha csak 16 gigás? És akkor a képeket majd elkezdi az elejétől felülírni. Tehát akkor ír majd az elejére. Megint.
vagy egyszerűen hibával el fog szállni, nincs elég hely. Hiába azt fogja jelezni, hogy nem még van. Ugyanez pendrive-oknál is, tehát mindenképpen érdemes egy ilyen tesztet lefuttatni. Én még azt mondom, hogy amit akár itthon veszünk azokon is, hogyha ilyen kicsi szürkébb helyről vesszük, mint hogy mit tudom én, azt is külföldről rendeljük, Szlovákiából vagy innen-onnan, az is egy elég felkapott dolog, de ha Kínából rendelünk bármi ilyesmit, le kell tesztelni, hogy ne érjen minket meglepetés. Látod, ez egy megbízható hely pedig, de is mindig letesztelem. Innen rendeltem az a 256-osat is, van kettő darab 128-as SanDisk-em is Ultra, azt ugye a 4K-s GoPro-ba szántam, azok azért, hogy az 100 meg a felett lehet ráírni. Úgyhogy ez, én innen nagyon elégedett vagyok ezzel a bolttal, és eddig még nem csalódtam benne. Jó. Tehát ezekkel a programokkal lehet letesztelni. Most pedig térjünk át a Switchre, és nézzük meg, hogy ott hogyan is áll a 256 gigás kártya. Itt vagyunk a Switch főmenüjében, és hát ugye kezdőképernyőjén, inkább így mondom. Megnézzük, hogy a beállításoknál mennyi szabad helyünk van jelenleg. Hol is volt data? És akkor itt látszik, hogy a microSD kártyán 78 giga szabad hely van. Ebben egy 256-os kártya van jelenleg. Most nem írja ki a teljesen, de látszik, hogy azért a játékok is, ugye amiket a shopból töltünk le, tudnak helyet foglalni. Itt van 30 giga, 19, 17, 14. Tehát azért a Switch ugye nem a AAA-s játékoknak készült, legalábbis ugye amit nem Nintendo-ra jelentetnek meg. Egy-kettő azért megjelenik, régebbiek, és akkor azok azért foglalják a helyet rendesen. Itt látszik itt oldalt a kis villogó zöld csíknál, hogy például a Witcher 3 30 gigája ennyit felemészt. És akkor 78,1 giga szabad helynél már el lehet gondolkozni, hogy na hát még letöltök vagy 2-3 ilyen nagyobb játékot, és már tele is van. Úgyhogy egyszerűbb inkább most cserélni. És ennek a menetét fogjuk megnézni. Egyébként én a játékokat, ha lehet, akkor fizikai formában veszem meg. De látszik itt ez a Doom is, megvettem kártyában, fizikai formátumban, és akkor azért 8,3 gigát még lecuppantotta az internetről, és akkor itt annyi helyet foglal. Viszont vannak nagyon jó kártyás játékok. Itt van a Diablo, az csak 1,7-et foglal, az valamiért a konzolra ment. Bár azért itt elég sok mindent. Azért 1 gigát, a frissítéseket nyilván le kell tölteni, és akkor azok helyet foglalnak. Van egy tökéletes játék, az pedig a Super Mario. Hol is van ez? New Super Mario Bros. U Deluxe. Ez semmi frissítés nem töltött le. Ezen kijött, mit tudom én, másfél-két éve, és akkor semmilyen frissítés nincs rá. Ezt kiadták, és úgy tökéletes, ahogy van. Jó, de azért látszik, hogy ha csak a patch-eket nézzük, magának az eszköznek a kis 32 gigás belső tárhelye egyből megtelne. Arról nem is beszél, hogyha játékot akarunk letölteni. És akkor ki fogjuk cserélni. Azért vásárolok azért mégis néha ilyen e-shopban, mert olyan akciók vannak, hogy igazából megéri. Tehát ez az Alien Isolation mondjuk ki se jött fizikaiban, de ezekre is ilyen 50-60%-os kedvezményeket tudnak tenni. Doom sem, az Eternal se jött ki fizikai változatban. A Witcher kijött, de mit tudom, 18 ezer forint, ha újonnan veszed meg, most csak mondtam valamit, akkor talán 20 is volt, mert ilyen szép dobozban jött mindenben, és de pont jött egy akció is, amiben lement 60%-os kedvezmény volt rá, hogy 60%-ra lement az ára az eredetinek, tehát 40% kedvezmény, vagy 30, már nem emlékszem, de jóval azért ott számít 5-6 ezer forintos különbség. És akkor ami nagyon-nagyon akciós, azt ugye megveszem itt az e-shopban, és akkor telítődik a hely. Na,
és most fogjuk kicserélni egy 512 gigabájtos memóriakártyára a benne lévő 256-osat. Ennek a menetét bemutatom. Először is ebből a konzolból ki kell vennünk ezt a jelenlegi microSD kártyát, egy laptop és egy asztali géppel, laptoppal átmásolni a tartalmát valamilyen másik helyre, majd azt a tartalmat, ez egy Nintendo mappa lesz, ha jól emlékszem, fel kell másolni az 512-es kártyára, és azt belerakni a konzolba, és akkor minden ugyanúgy indítható lesz rajta, annyi, hogy több szabad helyünk lesz. Hát remélem, hogy ez ilyen egyszerű, ahogy elmondtam. Majd meglátjuk. Úgy állunk, hogy behelyeztem a 256 GB-os SD kártyát a laptopba. Ez annak a tartalma, az emeghajtónak ismerte fel, látszik, hogy itt van rajta a Nintendo mappa. Itt vannak benne ugye a tartalmak. Hát, album. Ez maga a játék, ott vagy azok a játékok, mentések. Nyilván ezek mind ilyen, valamilyen formátumban vannak, amikbe én bele nem nyúlok. Ugye azért ezek szerintem screenshotok, igen. Itt vannak azok is, minden itt van. És akkor ezt az egész mappát így, ahogy van, felmásoljuk. Vagy átmásolom ide egy ilyen külső merevlemezre. Hoppá. Így. És akkor utána pedig ezt, amit ide átmásoltam, az 512-es kártyára visszamásolom. Látszik, hogy azért olvasni ugyanúgy 52 megával tudja, ilyen nagyobb állományok vannak, itt 160 giga, úgyhogy ezért is nem probléma, hogy esetleg apróbb állományokkal lassabban dolgozik ez a kártya, bár az mindegyikre igaz, pendrive-októl kezdve SD kártyákon át mindenre. Hú, 50 perc lesz? Hát ez elég sok idő. Nyilván nem fogjuk ezt mi végignézni, úgyhogy én ezeket majd megvágom, meg lehet le is állítom a felvételt. De a lényeg, hogy ezt nem F6-oltam, hanem F5-öltem, ha ne adj Isten, bármi probléma lenne, ez az SD kártya, ez működik, ez az 256-os, és akkor az 512-est, hogyha valamiért nem ismerné fel, én még nem tettem bele, vagy valami probléma lenne, akkor ezt vissza tudom pakolni. Ezt az SD kártyát úgy, ahogy van, és akkor minden megy úgy, ahogy régen ment, és akkor max eszem a kefét, hogy mi a baj lehet a másik kártyával. Elvileg a Switch 2 terabájtig támogatja a memóriakártyát, de hát szerintem egy olyan kártya drágább, mint maga a készülék, úgyhogy a Switchnek ez egy átka, hogy nincsen beépített merevlemeze, vagy valamilyen háttértára, hát nyilván csak valamilyen ilyen elektronikus háttértár jöhetne szóba, nem igazi pörgőlemez, mert van 32 giga beépített memória, de hát azt láthattuk, hogy az kb. Semmire sem elég. Egy 64 gigás kártya is, hogyha Resident Evil, vagy valamilyen Witcher, vagy ilyesmi játékkal akarod tolni, akkor az is semmi. Tehát ide kell azért a hely. Ennyit én még így rászántam. És akkor utána lehet töltögetni ráfele mindent. Nyilván itt is van az, hogyha nem tetszik valami játék, letörlöd, és utána bármikor letöltheted, ha már megvetted egyszer. Én szeretem egyébként, hogyha itt van minden, ha ne adj Isten kihúzzák a dugót, mint ahogy felröppent a pletyka, hogy a PS3-as, vagy 2-es, PS3-as címeket már majd nem lehet vásárolni, akkor inkább legyen itt nekem minden szépen lementve, elmentve, legyen itt nekem lokálisan, ne kelljen töltögetni. Úgyhogy ezzel a kártyával én egy jó darabig el leszek. Az 1 terabájtost azért nem vettem, mert az már azért nagyon sok lett volna, úgyhogy nem érte volna meg megvásárolni. Árban sok, és akkor nem is duplája, hanem triplája, vagy akár négyszerese ennek az árnak egy normális 1 terabájtos kártya. Sikerült az ide-oda másolgatást megoldani. Ez már az 512-es SD kártya a gépben. Látszik, hogy 319 GB szabad hely maradt a másolás után. És ugye egy gyors csekkolás. Körülbelül a méret ugyanannyi. Tehát most jön a főpróba, belerakjuk a switchbe, és megnézzük, hogy működik-e. Itt is vagyunk. A switchet ugye én kikapcsoltam, amikor kivettem az SD kártyát.
belehelyeztem az 512 GB-osat, bekapcsoltam, és itt fogad minket a képernyő. Nézzük meg. A beállításoknál data, és látszik is, hogy 319 giga a szabad hely. És ugye itt, hogy abból mennyit foglalnak el az egyes játékok. Tehát a 70 valamennyi ugye hát felugrott, tehát felismerte, látja itt a játékokat. A legbiztosabb, hogy meg tudjuk-e nézni mondjuk a képeket, be tudja olvasni. Elindul-e valami játék. Ugye ez az SD kártyán van. Elindult, tehát ugye, ha nem tudta volna beolvasni, akkor nem indul el. Ezt is valószínűleg simán elindítja. Igen. Na. Jó, elindul. Jó, tehát működik. Működik. Sebességre nem tudok mit mondani, mert sose számoltam, hogy meddig töltődtek be a játékok. Ha már betöltődött, onnantól lehet menni, de nem lett lassabb, úgyhogy működik. Bezárjuk. Jó, tehát remélem valakinek azért hasznos volt ez, ha nem is ez a Nintendo-sabb része, nekem ezért kellett a Switch-be, akkor az, hogy Kínából hogyan érdemes SD kártyát rendelni, valamint milyen ellenőrzéseket kell elvégezni egy ilyen kártyán, vagy igazából bármilyen kártyán, ami bizonytalan eredetű. Köszönöm, hogy megnéztétek. Még a végén lehet jönnek majd a gameplay videók, mert lassan ráunok az oktató videókra. Még lehet a uborkavetést is megmutatom mindent, úgyhogy készüljetek mindenre. Sziasztok!